de úgy gondoltam, hogy ez mindenképpen megér annyit, hogy, hogy, ezzel foglalkozzunk itt, és zseniálisan összeszedte a készítő a gondolatait, meg, meg az egész mondani való. De a lényeg az, hogy arról beszél, hogy nem fogtok autót vásárolni a jövőben, a közeljövőben, de szerintem középtávon sem. Kontakció meg hát soha meg. Azt szeretném, ha mindenki látná, hogy az, amikor arról beszélnek, hogy globális gazdaság, akkor többek köztük erre gondolnak, hogy minden mindennel összefügg. És ebben az esetben ugye az ürügy, ez az orosz gázárnövekedés volt, ami hatással van a többek közt a műtrágya gyártásra, illetve ennek az Edlu ad adalékanyagnak a gyártására, generálja a problémát az uralkodó elit, idézőjelben elit, meg uralkodó, aki uralk és irányítják ezt az egész világot azzal, hogy például ezt mondják, hogy ebből az AdBlue adalékanyagból ö, hiány lesz, ezért az emberek elkezdik fölvásárolni, és utána tényleg hiány ja, lesz. Az az. Ne. Szóval, ne, ha nincs a gáz drága, akkor nincs AdBlue, mert nincs műtrágya, ha nincs AdBlue, akkor nincsen dízel, autó, hogyha nincs diesel autó, akkor árufuvarozás és akkor nem lesz semmi a polcon. Úgyhogy így jutunk el oda, hogy egyszerűen csak bezár a bazár, mert nem lesz mit enni. El fog, elindult egy láncreakció világban, és ez a Covid a katalizátor ebben a folyamatban. Ez okosan így volt kitalálva, mindvégig ezt akarták, hogy ez így legyen. Hogyha nincs ez a idézőjelbe vett világjárvány, akkor nagyon nehéz lett volna ezt kivitelezni. Nem nem az De a a világgazdasága mindig. arra épül, hogy mindig, mindig egyre többet fogyasszunk, és nőjön a termelés, egyre többet gyártsunk, egyre többet adjunk el, és egyre több profitot termeljünk. Ez így működik, szó szerint, ahogy ő ezt most elmondja. Ezért olyan nagy probléma ez, amiről itt írnak. A szilícium alapon nyugvó apró integrált áramkörök, melyek nélkül nem működik ma semmi. Nincs járműgyártás, közlekedés, logisztika olyan láthatatlan komponensek, melyek az élet minden területén megkerülhetetlenné válnak lassan. Annak az egyik problémája, hogy átkerült a gyártás az Ázsiába, és Nyugat-Európa, fejlett világ, de szerintem már a fejlődő országokban is nagyon kevés igazi ipar van. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nincs, de az a, ezeknek a termékeknek az előállítása az többnyire Ázsiában, különösen Kínában történik, vagy pedig, ezt mindenki ugye Indonézia, Taiwan, de Kína a nagy gyártó. És ezért elég azt az országot valamilyen módon nehéz helyzetbe hozni, és akkor a szintén káros lesz a gazdaságra. És hogyha ez sokáig marad? Akkor az fog történni, hogy hiperinfláció lesz, mert mindennek felmegy az ára. A hiperinfláció nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy a fizetésedből kevesebb terméket, javat tudsz venni magad. Erre mindenki kezdjen el felkészülni. Már most ezért mondtam, mert a múlt, azt hiszem ebben a hónapban már erről volt szó. Az elmúlt néhány évben számos alkalommal elmondtam, el kell kezdenie mindenkinek felkészülni erre az időszakra, hogy, hogy, hogy értéket a pénz fogja, vagy az élelmiszer fogja képviselni. Az, amit meg lehet enni, minden más másodlagos lesz. Szóval erre kezdjen el felkészülni mindenki. Erről beszél ő is, a hiperinflációhoz ez jelenti, hogy mindennek az ára folyamatosan megy fölfelé, napi szinten. De van olyan, hogy, mint ahogy láttuk már nem is egyszer a közelmúltban, hogy napi szinten, de többször egy nap is változik az élelmiszerek ára, mert az a pénz de. összeomlik. Minél ez a valóság. Értse meg mindenki, ezt el kell fogadni, hogy az álomvilág, amiben éltünk eddig, az összeomlani látszik, és minél hamarabb fogadja el valaki az igazságot, annál jobb lesz. De ha nem fogadja el, attól még az nem fog megváltozni. És hiába Vajon mondja az... az bárki, hogy eddig is túlélték a hiperinflációt, meg eddig is eljutottunk. Igen, de nem mindenki. Nem mindenki érte túl az se. Egy ilyen jó kis spirál lesz. Hát reméljük, hogy nem lesz egy olyan válság, mint 2008-ban. Nem olyan lesz, ez annál durvább lesz. Ez durvább lesz, mint bármi, ami eddig volt. Ilyen még nem volt, hogy volt egy, egy globális idézőjelbe téve gazdaság, ami összeomlott egyik pillanatról a másikra. És még azt sem mondhatjuk most már, hogy ez olyan hirtelen fog minket érinteni, hisz már ő is figyelmeztet, már mindenhol erről van szó. Azért, mert ez évek a voltak a vége, és most hallotta mindenki mástól is ezredjére ugyanazt. Szóval hamarosan bezár a bazár, és euh, én javaslom mindenkinek még egyszer sokat gyára, hogy kezdjen el felkészülni erre. Mert jobb, hogyha van, és nem kell, mint hogyha kell és nincs. De egy biztos, hogy most mindenre szükség lesz. És ki tudja, hogy milyen hamarosan. Szóval így gondolkozom mindenki azokon, amit hallott. Hozzátok meg ezt a videót, hát ha ez lesz az, ami segít megérteni az embereknek hogy mi az, amire számíthatnak. Lájkoljátok, és akkor több emberhez eljuthat. Köszönöm a figyelmet, és bízom abban, hogy hasznosak találtátok. Mindenkinek a leg... Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat.